A nyáron eldöntöttük, hogy felújítjuk a konyhát. A falat, a lambériát, a nyílászárókat újra festjük, a parkettát, ahol szükséges, javítjuk, és új lakréteget fog kapni. Illetve lecseréljük a konyhabútort. Magunk végeztük a felújítást, egyedül a vízszereléshez hívtunk szakembert. Gépeket nem kellett venni a felújításhoz, korábbról már voltak. A gépekhez például csiszoló papírt, festőhengert, festékeket szükséges volt újra megvenni. Így az egész projekt összköltségének 66%-át a konyhabútor, a fennmaradó 34% döntő többségét a mosogatógép és a fogyóalkat részek tették ki, illetve a legkevesebb költséggel a vízszerelés járt. Az új konyhabútor kategóriáját tekintve elemes konyhabútor, a cél az volt, hogy az eddiginél több munkalapból álljon, rendelkezzen ajtócsillapítással, de a bútorra szánt meghatározott költségkeretet ne lépjük túl. A videóban a felújítási folyamat és pillanatnyi fázisai, illetve a bútor összeszerelése látható.